Június 1-én hivatalosan is kitárta kapuit a Sóstói parkfürdő. Az idei nyitás egyik újdonsága egy 15 négyzetméteres letfalat termálmedencéknél, amelyen a foci EB és az olimpia napközbeni eseményeit nézhetik majd a fürdőzők. Már a szombati meccsek idejére is megteltek a medencék, szerdán pedig izgatott hangulatban várták a fürdő vendégek a magyar válogatott mérkőzését. Korábbi években még nem volt erre példa, sőt, akár országszinten is, ha nem is egyedülálló, de mindenképpen ritkaságnak számít, hogy valaki a medencéből szurkolhasson a magyar válogatottnak, illetve hát az összes csapatnak. Egyébként nem csak az Európa-bajnokság alatt, hanem majd az olimpia alatt is fogjuk közvetíteni a sportmérkőzéseket, úgyhogy várunk szeretettel minden vendéget, akik érdeklődnek ez iránt. Este 6 órakor kezdődött a magyar-német válogatott mérkőzés a labdarúgó Európa-bajnokságon. A szurkolók az első félidő után még reménykedtek a magyar győzelemben, a németeknek megadott első gólról viszont a nyíregyháziaknak is megvolt a véleménye. Én szerintem a németek azok nagy tudású focisták, és régen is így volt mindig, hogy kellemes meglepetés okozott mindenkinek, még az utolsó percekben is gólt tudtak rúgni. Sajnálom, hogy a magyarok most vesztésre állnak, de hát én szívből kívánom nekik, hogy sikerüljön kiegyenlíteni és győzni, de nem sok reményem van hozzá. Végül a győzelem nem sikerült még az egyenlítés sem, de a szurkolók ennek ellenére is végig drukkoltak a magyar válogatottnak a termálmedencéből. A letfal pedig nem az egyetlen újdonság az idei évben, hiszen a parkfürdő megújult tágas parkolójában 283 kijelölt parkolóhely várja a fürdő vendégeket, a korábbi füves homokos területen lévő fákat megőrizték, és ültettek 85 facsemetét is. Kiváló szolgáltatási színvonal miatt a Sóstói parkfürdő a legmagasabb 5 csillagos minősítésű strand, ahol gyermekmedence, vadvízi sodró folyosó, hatalmas családi medence és több nagysebességű óriás csúszda is található. A csodás virágligetek, az óriás tölgyek és a simogató hatalmas párzsit felületek már önmagukban egyedülállóvá teszik a parkfürdőt, de itt található Magyarország legnagyobb vízi koktélbárja is. A nyár során pedig programokból sem lesz hiány. Hétvégente animációs programokkal várjuk a vendégeket, de hétköznap is lesz egyébként minden nap Aquazumba. Van egy együttműködésünk a Sóstói Múzeumfaluval, ahol egyébként múzeumpedagógusok érkeznek szombatonként, és népi kézműves foglalkozásokat tartanak a vendégeknek. Lesz 2 nagy rendezvényünk, amiről majd később szeretnék tájékoztatást adni, illetve ezen kívül 2 hetente éjszakai fürdőzéseket szervezünk az élményfürdőben, a megszokottól, korábbiaktól eltérően. Itt igyekszünk kicsit színesebb zenei kínálatot felvonultatni az eddigiek mellett. Most például egy élőzenés koncertünk volt már az előző alkalommal, és hasonlóan vegyes zenei kínálatot fogunk majd biztosítani a nyár során. Számos újdonsággal várja tehát a vendégeket a Sóstói parkfürdő, több programnak is helyszínt ad majd a méltán közkedvelt fürdő a nyár során. Matavovszky Dániel vezérigazgató előzetesen annyit elárult, idén sem marad el a strandfoci bajnokság, a Sóstó Sárfeszt és az Extreme Trail akadályfutó verseny.